Második alkalommal népesült be családokkal a Németh László általános iskola előtti tér. A gyerekek egyebek mellett kipróbálhatták a hordólovaglást, megtudhatták, milyen a sajtlabirintus, valamint ördöglakattal tehették próbára a logikai képességeiket. A mai napon próbáltunk egy minél színesebb és kreatívabb programokat szervezni. Kézműves foglalkozáson vehettek részt a gyermekek, arcfestés és csillámtetoválás várta őket. Ezen kívül még süteményosztás is volt. Népi játékokat próbálhattak ki egészen a kicsiktől a nagyokig. A tavalyi sikeren felbuzdulva a szervezők idén is igyekeztek egy jó hangulatú pikniket életre hívni, amely a gyerkőcöknek és szüleiknek is igazi feltöltődést kínál a hétköznapokra. Mint ahogy a város több pontján is ezek a piknikek megrendezésre kerültek, aminek egyébként az ötlete abból indult ki, hogy a Covid-járvány ideje után a kis felszabadult időszakban próbáljuk meg újra összehozni azokat a közösségeket, amelyek az előtte lévő két évben egy picit szétszizálódtak, és szeretük volna a családokat egy délutánra hívni, ahol tudnak egy kicsit beszélgetni egymással, a gyerekek játszani, a mindennapok problémájából, nehézségeiből kilépni, és egy ilyen felszabadult délutánt együtt tölteni. Színpadi programokban sem volt hiány a délután folyamán, az ide látogatók a Hímzett Igricek népi meséjét hallgathatták meg. Ezt követően Kádár Szabolcs János nagy sikerű operet és retrós lágerekkel énekeltette meg a közönséget.